A kulturális örökség napjai Fehérvári rendezvény sorozatának évek óta minden alkalommal résztvevője a Magyar Nemzeti Levéltár Fehérmegyei levéltára, amely idén szombaton várja a látogatókat 10 órától 17 óráig óránként indulnak a vezetések, amelyek során az érdeklődők a pincétől az emeletig megismerhetik az épületet, és egy 1984-85-ben készült fotókból álló kiállítást is megtekinthetnek a látogatók. Állandó helyszín a szerb ortodox templom is a Rác utcában. A templomban mindkét napon igény szerint épületbe mutatót tartanak és előadást is szerveznek. A Szent István Király Múzeum kiállító helyei ezen a hétvégén ingyenesen látogathatók, és több program is lesz az intézményekben. A kulturális örökség napjainak programjai között minden bizonyal az egyik legkeresettebb helyszín lesz a felújítás miatt hosszú évekig bezárt, augusztus közepén újra megnyitott Szent István székesegyház. Szombaton 10 órától 13 óráig óránként indulnak majd vezetések a bazilikában, ahol az érdeklődők megismerhetik a felújítás történetét, megcsodálhatják a megtisztított falképeket, a művészi munkával restaurált vászonképeket, fából készült szobrokat, bútorokat. Vasárnap megnyitja kapuit a látogatók előtt a Fehérvári Belváros egyik gyöngyszeme, a Hímerház is, valamint a Barátság mozi. A programokról részletesen a város honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.